Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk nektek mai műsorunkban. A hagyományokhoz híven idén is megrendezték a labdarúgó megyei kupa döntőt. Győzelemmel zárta a bajnokságot a nyírbátori férfi kézilabda csapat. A végéhez közeledik a nyíregyházi városi kispályás bajnokság 2022-23-as idénye. A hagyományokhoz híven idén is megrendezték a labdarúgó magyar kupa megyei döntőjét, a kisvárdai Várkerti stadionban a Tarpa és a Csengersima mért összetudását. A magasabb osztályú csapat kezdte jobban a meccset, és a negyedik percben Románcsuk révén meg is szerezte a vezetést a Tarpa. A folytatásban kiegyenlítettebb lett a játék, de az első fél időben csak egy komolyabb helyzetig jutott el a Csengersima. A második játék részben felpörögtek az események. Az 51. percben Dávid Róbert fejese után jutott a tarpai kapuba a labda, majd 8 perccel később Volkán Roland szabadrugása után a vezetést is átvette az alacsonyabb osztályú csapat. Azonban nem sokáig örülhettek, mivel 4 perc múlva Románcsuk egalizált, sőt a támadó a 69. percben megszerezte saját maga és csapata harmadik gólját is. A fáradó csengersimaiak Mona kiállítása miatt a 76. percben megfogyatkoztak, így a Tarpa 3-2-es győzelme a hátralévő percekben már nem forgott veszélyben. A mérkőzést úgy gondolom jól kezdtük, hamar gólt szereztünk, utána volt több zicserünk is, a vendég csapat kapusa nagyokat védett, mi is azért rásegítettünk, utána kicsit átvette a vendégcsapat az irányítást, kiegyenlítettek, sőt a másik fél idő elején sikerült megszerezni vezetést is a csengersimaiknak, de utána úgy gondolom, hogy sikerült csapatként nagyot csinálni, és sokat futva, egymást biztatva hamar kiegyenlíteni, és a végén azt éreztük már, hogy benne lett még az a harmadik gól, és nagyon örülök, hogy sikerült is. Ez a megyei kupa győzelem megkoronázta a szezont, 5. helyen végezhetek a bajnokságban összességével, azzal mennyire vagytok elégedettek? Nagyon elégedettek vagyunk, ugye az össze 7. helyen voltunk, tehát 2 pozícióval feljebb léptünk. Az utolsó 2 fordulót, ha nem nézzük, akkor utána csak 2 döntetlen és tiszta győzelmek voltak, úgyhogy tavasszal nagyon jól ment a csapatnak. Örültünk, hogy sikerült feljutni a főtáblára, és ha már itt vagyunk a megyei döntőben, akkor szerettük volna megnyerni, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült. Említetted a főtáblát, benne van, hogy esetleg majd ősszel egy nagy csapatot is sikerült Tarpára vinni, de hát van egy akadémia Tarpán, nagyon sok fiatal futballistával, mi a cél a jövőt tekintve? Igen, ugyanez a cél, ez a kihívás, mint idén is volt, hogy fiatalok itt fejlődjenek, mert azért a megye egybe tudnak fejlődni itt a felnőtt futballba. A főtáblában valóban már volt alkalmam megélni 3 éve ezelőtt, mikor megnyertük a megye 1-es bajnokságot veretlenül. Akkor is főtáblások voltunk, és a Diósgyalán játszottunk hazai pályán. Úgyhogy reméljük, hogy ősszel megint ezt az érzést át tudjuk élni. Általános volt a vélemény itt a meccs után, hogy egy nagyon jó megyei kupa döntőt játszottatok. Ezúttal vesztesként hagytátok el a pályát, úgyhogy sikerült 0-1-ről fordítani. Hogyan láttad belülről a meccset? Először is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget a Megyei Labdarúgó Szövetségnek, hogy biztosította számunkra, hogy egy ilyen pályán, egy ilyen stadionban, ilyen körülmények között a megyei kupa döntőn szerepelhettünk és képviselhettük településünket. Belülről a meccset nagyon nagy izgalommal és várakozással indultunk, és akkor visszakanyarodok, hogy hogy éltük meg. Hát mindent megtettünk a győzelemért. Ahogy indult az egész, éreztük, hogy hatalmas iram van, és ezek a fiatal srácok olyan iramot diktáltak, amit nagyon nehezen tudtunk lekövetni. Jobban kezdték a meccset, aztán ez gólban is megmutatkozott, aztán helyek közel partnerei voltunk az ellenfelünknek, próbáltuk nehezíteni a játékokat, hogy ne hozzák ki, próbáltunk kicsit letámadni. Aztán pici taktikai hibákból egy-egybe ügyesebbek voltak, és abból építkezve, apró figyelmetlenségeinket kihasználva végül is megszerezték a győzelmet, de egyáltalán vagyunk elkeseredettek és csalódottak, mert én úgy érzem, hogy partnerek voltunk. Nagyon hálás vagyok a közönségnek, a szurkolóknak, akik elkísértek, mert tényleg csodálatos élmény volt és leírhatatlan. Ilyen egy előtt egyszerű falusi futballista életében, mint amilyenek mi vagyunk, egyszer van, és az most volt, és tényleg ezt úgy kell megélni és értékelni mindenkinek, hogy sikerként és nem pedig kudarcként.
Rátérve a bajnokság, nagyon magabiztosan nyertétek meg a GameTech csoportot, ennyivel a mezőny fölé nőtt a Csengersima? Én nem mondanám, hogy a mezőny fölé nőttünk annyival, egy nagyon jó szériát kaptunk el, aztán ezt követően már csak az volt a kérdés, hogy ezt meddig tudjuk tartani. Biztos benne volt a fiúkban, hogy tavaly egy hajszál hiány múlott az első hely, aztán most végül is voltak olyan kulcsdöntő mérkőzések, ami után mindig új erőt kaptunk, és nem őrült fel minket a folyamatos eredménykényszer, és ezért végül is magabiztosan győztünk. Egyébként a verseny szorosabb volt, jó csapatok voltak, helyek közel szerencse is kellett hozzá, de összességében megérdemelt volt, azt tudom mondani. A bajnoki cím ellenére nem indultak a megyei első osztályban, miért? Sajnos az hozzátartozik az egészhez, hogy a lehető leghátrányosabb helyzetű csapat vagyunk, tehát ezt a bajnokságot úgy nyertük meg, hogy 5 labdával, másfél garnitúra szereléssel és másfél busszal, és ezzel képviseltük a felnőtt és az ifi csapatunkat is. A körülmények is nem olyanok, hogy tudnánk megyei első osztályt és azt a színvonalat biztosítani. Lehet, hogy vannak olyan játékosaink, akik jártak már ott és meg tudnák oldani, azonban én azt gondolom, hogy a közösség úgy tud együtt maradni, hogy ezt a szintet mi továbbra is tudjuk és megpróbáljuk tartani, és jövőre is hasonlóan szép, hanem is első, de szép eredményt elérni. Említetted a szurkolókat, ha ennyi elkísértek ide benneteket, akkor gondolom otthon sem nézzük nélkül játszotok. Ilyen hangulatúak a Csengersi mai hazai meccsek? Nagyon jó hangulat van, ugye mi ezt elhatároztuk ezelőtt 7 éve, hogy próbáljuk úgy visszahozni a településünkre a sportot, a labdarúgást, a semmiből, hamaiból feltámasztva, hogy sem belépődíjat, sem pedig semmilyen más pénzt nem szedünk be. Örülünk, hogyha eljönnek a gyerekek, örülünk, ha eljönnek a nézők, és ezért alakulhatott ki ez a hangulat, ez a közönség és ez a szeretet, amit lehetett érezni, és belengte az egész mai kupadöntőt is, és az egész tavaszi szezonunkat. Amikor 7 évvel ezelőtt életre hívtátok a megyei kupadöntőt, gondolom, ilyen hangulat és színvonalú meccsekre számítottatok. Így van, pontosan ez. Nyugodtan mondhatom, hogy a megyei labdarúgásunk ünnepe. Lehet látni egy két kis település, Talpa és Csengersima mérkőzése. Egy tőlük távol lévő helyszínre, Kisvárdára eljöttek 7-800-an. Hét köznap délután szurkolni a sajátjaiknak. Fantasztikus hangulat volt, nagyon jó mérkőzés, fordulatos mérkőzés, 5 gólt hozott ez a döntő. Egy igazi kupa mérkőzés volt. Úgyhogy igen, nyugodtan mondhatom, ilyenről álmodozik minden igazgatóság. Bár még a megye egy bajnokára Kálló Semmire vár egy osztályozós párhat, az MB3 bejutása gyakorlatilag véget ért a 2022-23-as megyei foci szezon. Röviden értékelve milyen volt? Egyetlen egy kivétellel, ugyanis a megye 3 szamos csoportban van 2 forduló, és ott még ugye a dobogósok kirétese ismert, hiszen a Kisart Tunyogmatos Turisvándi 3-as közül kerül ki az első 3 helyezett. Összességében azt kell mondanom, hogy volt már rosszabb, volt jobb is. Sajnos ugye a szezon közben egy pár csapat visszalépett, sajnos ma egy első osztályból is ilyen azért régebben volt, hogy nem tudja befejezni, 16 csapat a megyei első osztály, arról nem beszélve, hogy a 3 csoportos megye 2-ből ugye 4 csapat lépett vissza, tehát ott igazából nincs is kieső, mert ugye a 4 kieső az a csapat, akik visszaléptek. Szerencsére azt kell mondanom, ezért színvonalban nem csökkent a megyei bajnokságunknak a színvonala, a megyei első osztály az utolsó fordulóba dőlt el a bajnoki cím, akár csak a megye második osztály Pannónia ZRT csoportban, úgyhogy izgalmas találkozókat hoztak, kevés problémás mérkőzés volt, ez nagyon fontos, kevés botrányos mérkőzés volt, úgyhogy soha rosszabb évet. Győzelemmel zárta a bajnokságot a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Falcsék Miklós együttese 43-25-re verte a Kazincbarcikát. Azt kértem a srácoktól, hogy az utolsó mérkőzésen próbáljunk a közönségünktől, a lelkes közönségünktől úgy elbúcsúzni, hogy illik egy ilyen csapat ellen, aki a tabella végén helyezkedik el. Mi pedig ugye a bronz érmet tudtuk megszerezni. Ezt szerettem volna, hogyha érvényesül a pályán. Na, voltak szép megoldások, voltak látványos megoldások, voltak fegyelmezetlen, könnyelmű megoldások, de hát sajnos ez már így a szezon végén elkerülhetetlen, amikor ilyen a sorsolás, hogy ilyen nagy különbség van két csapat között, és akkor sajnos a játékosok néha elengedik magukat, de végül is jól sült el ez a dolog. Én úgy gondolom, hogy közönség szórakoztató volt, amellett, hogy nagyon sok hibával játszottunk. Az utolsó percekben a kapus nélküli hétaltáni játékot vetted elő, miért? Szerettük volna többször is gyakorolni. Már Balmazújvárosban is egy fél időn keresztül játszottuk. Csak akkor a Gadnai Attila védett a második félidőbe. Most Robit nem akartam szétfuttatni.
Ezt általában akkor játszik, amikor Gadnai a kapus, ő fürgébb, és akkor meg tudjuk oldani. A második fél időben játszottunk a Balmazújváros ellen, nagyon jó hatékonysággal nem tudták levédekezni, csak ott is az volt a probléma, hogy nagyon sokat kihagytunk. Amikor kéz zicserek megvoltak, akkor kihagytuk. Ezt nagyon nehéz edzésen imitálni élesbe, úgyhogy ezt mérkőzésen lehet, edzőmérkőzésen, illetve mérkőzésen lehet nagyon jól tesztelni, hogy hogy tudjuk megoldani a 7-6 elleni játékot. Itt volt az alkalom, utolsó három mérkőzésen gyakoroltuk. Próbáljuk majd tovább vinni, tovább fejleszteni. Reméljük, hogy ez hatékony fegyver lesz, hogyha megakad esetleg a támadás. Nézzük az egész szezont, a bajnokság előtt valahová az 5.-6. hely környékére várták, tippelték legtöbben a Nyírbátot, ebből lett egy nagyon magabiztos bronzérem. Hogyan látod az egész idényt? Igen, úgy indultunk neki, hogy az első 5 hely valamelyike nagyon szép lenne, és az 1-5-be valahogy be kellene kerülni. Nagyjából a realitás ezt is mondottam, mert hogyha esetleg sérülés lett volna, vagy bármilyen probléma közben jön, több játékos is egyszerre mérkőzésen nélkülöznöm kellett volna, akkor lehet, hogy bajba lettünk volna. Így viszont le a kalappal a srácok előtt. Én úgy gondolom, hogy a nyerhető mérkőzéseket megnyerték. Az Acélváros ellen elbukott 2 pont, tehát az itteni és az ottani döntetlen, ami mind a 2 mérkőzés a kezünkben volt. Itthon egy időn túli 7-essel még ráadásul, előtte egy kiagyott zicserrel. Úgy gondolom 2 ponttal lett volna több, de még ez sem lett volna elég ahhoz, hogy esetleg a DVT-ket megelőzzük. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon tényleg magabiztos bronzérem, valószínűleg 8 ponttal van mögöttünk az Acélváros, 9 ponttal követő ott a következő csapat, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon jó teljesítmény nyújtottak a srácok, és amit lehetett, azt mi szerintem ebből a bajnokságból kisajtoltuk. Élő szerződésed van, gondolom szeretnéd, ha a srácok maradnának jövőre, mert láthatóan fejlődtek az elmúlt 1 évben. Lehet-e valami biztosat tudni még, vagy már a jövő részen? Gyakorlatilag most fújták le az utolsó meccset pár perccel ezelőtt. Pénteken lesz az Árobankett, ott lesznek az értékelések, és ott szeretnénk a vezetők leülni a játékosokkal külön-külön. Én úgy gondolom így láthatatlanban, hogy annyira normális körülmények vannak itt Nyírbátorban, hogy szerintem egy játékos sem akarja ezt feladni a bizonytalanért. Itt szeretném megköszönni a nyírbátori önkormányzatnak azt tehát mérhetetlen segítséget, amit nyújtanak, és életben tartják ezt a csapatot. Remélhetőleg mi a játékunkkal a közönséget ki fogjuk tudni szolgálni, és egyre többen látogatnak majd ki ide a mérkőzésekre. Amint mondtad, élő szerződésem van, hogyha a vezetőség velem kívánja elképzelni a jövőt, akkor értelemszerűen maradok, ha nem, akkor talán lehet váltás. Én nagyon bízom abban, hogy ha együtt tudunk maradni, és legalább egy játékost, még egy felnőtt játékost, ha sikerülne igazolni belső posztokra, akkor úgy gondolom, hogy egy nagyon nehéz bajnokság elé fogunk nézni. 8 csapatos csoport lesz, és akkor az első 4 játszik egy másik csoport első 4-ével. Már eleve nem 22 mérkőzést fogunk játszani, hanem 28-at, tehát 14-14 mérkőzés az alsóházban, és hát az alapszakaszban 14, és a rájátszásban is 14 mérkőzés, hogy ez egy nagyon hosszú menetelés lesz. Na hát, ez van most. Ez is nagyon hosszú volt, örülünk, hogy vége van. Megérdemelt pihenést elkezdjük a jövő héttől, még lesz 2 levezető edzésünk, és a pénteki záróbankent, úgyhogy remélem, hogy megúsztuk sérülés nélkül, megúsztuk mindenféle bonyodalom nélkül, szerintem egy normális évet tudtunk zárni. Egy nagy különbségű győzelemmel zártátok a bajnokságot. Hogyan láttad belülről a pályán, meg a padról? Az elmúlt pár meccsen már eléggé évvége volt így nekünk, és nem nagyon volt meg az a motiváció, mint előtte, viszont most szerintem mindenki nagyon szépen összeszedte magát, és nem voltak hullámok igazából a játékunkban, már az első fél időben eldöntöttük. Szezon közben tértél haza a Nekától, megérte hazajönni? Nekem mindenféleképpen, én jól érzem magam. Örülök, hogy most már a felnőttek között is egyre több lehetőséget kapok, és próbálok élni vele.
Milyen szerepel lennél elégedett jövőre? Szeretnék több játék lehetőséghez jutni, és bebizonyítani, hogy nem csak akkor tudunk a pályán maradni, amikor már eldőlt a mérkőzés. Bajnokság előtt középmezőnybe válták a Nyírbátort, és ebből lett egy harmadik hely már fordulókkal korábban bebiztosítva. Te hogyan értékeled ezt az évet? Először is nagyon szépen köszönjük, a csapat nevében beszélek, mint csapatkapitány, a Nyírbátor városának az egész éves támogatást, és itt kitérnék még arra, hogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk, meg nagyon szépen köszönjük Petneházi Zsolt szakágvezetőnek az egész éves munkáját, és amit ezért a csapatért megtett, egész évben nagyon sok mindent tett értünk, nélküle sem sikerült volna. Igen, a középmezőn céloztuk meg, de hát nem titkom, bíztunk abban, hogy a dobogó valamelyik fokára fel fogunk lépni. Hát még fordulókkal ezelőtt az is közbe jöhetett volna, hogy második hely, de sajnos Mezőkövesden nem sikerült győznünk, de ettől függetlenül én a csapat nevében is mondanám, úgy gondolom, hogy hiányérzet nincs bennünk. Minden megtettünk azért, hogy a lehető legjobb fénybe tüntessük fel Nyírbátort. Ha a 22 mérkőzésből egyet ki kellene emelni, melyik lenne az? Talán én a Diósgyőr elleni hazai győzelmet emelném ki, mert szerintem az egy nagyon jó mérkőzés volt, és szerintem az egy nagyon színvonalas mérkőzés. Nagyon színvonalas mérkőzés volt, én ezt a mérkőzést emelném ki. Anélk, hogy elébe mennék bárminek is, hát gondolom azért már beszélgetetek az öltözőben a jövőről. Több, mint valószínű a csapat magja maradni fog, hogy új érkezővel fog-e kiegészülni, erről én nem tudok nyilatkozni, ez nem az én feladatom, de én bízom benne, hogy a csapat magja együtt fog maradni, és a utánpótlásból tudunk minél több fiatalt majd alkalmazni, a Köblös Gergő, Beregi Márk, de vannak még itt ügyes fiatalok Nyírbátorban szerintem, és ha ők úgy fognak hozzáállni, ahogy egy fiatalnak hozzá kell ehhez állni, akkor a jövőben szerintem nem lesz gond. A végéhez közeledik a Nyíregyházi Városi Kispályás Labdarúgóbajnokság 2022-2023-as idénye. 5 csoportban már bajnokot hirdettek, 5 csoportban pedig még kérdéses az elsőség sorsa. Na, közel 600 mérkőzést bonyolítottunk már le a Decathlon Konyha, amelyben a Nyíregyházi Sportcentrum Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságba. Jól állunk, bár 48 mérkőzés elhalasztásra került, hiszen egy időszak volt, amikor nagyon sok esős nap jött közbe, és sok mérkőzést el kellett halasztani. Ezért ez egy kis fejfájást okoz, hiszen vannak olyan csapatok, akiknek 2-3 meccset is kell játszani egy héten, hiszen amatőrbe is játszanak, öreg fiúkba is, és hogyha az eső miatt halasztás van, akkor összetorlódnak egy kicsit a dolgok, csapatok ezeket megértik. Azt is megértik, hogy a stadioni beruházás miatt van azért egy kis feszültség a csapatokban, hiszen a labda gyakran átkerül az építési területre, ott is be kell tartani a szabályokat, és én bízom benne, hogy ez is egy idő után, ahogy most az új információ van, gyakorlatilag jövő év február és március elején kerül átadásra az új stadion, akkor már felszabadul a kerítés is, tehát akkor már a pályákat visszakapjuk, bár a pályák most is a miénkek, viszont játékvezetőnk van kevés, itt is szeretném kérni azokat, akik idősebb játékvezetők abba hagyták, vagy éppen fiatalokat, hogy jöjjenek hozzánk ebbe a kispályás családba, várom azokat, akik jelentkezni szeretnének. Vannak-e már csoportok, ahol eldőlt a bajnoki cím sorsa? Igen, tehát öt csoportba eldőlt a bajnokság, az A csoportba az igazi nagy Pikoló család az behúzta most a bajnokságot, tulajdonképpen ők megnyerték már a terembajnokságot is, szuperbajnokok voltak, ez egy óriási csapat, hiszen szurkolótáborral együtt jönnek ki nagyon sokan, és már egy héttel ezelőtt megnyerték a bajnokságot, tehát az A csoportba, az elit csoportba lettek ők elsők, a C csoportba majdnem 100%-osan sikerült a Real Birsnek, de két héttel ezelőtt az El Szerbéti elkapta őket 2,5 évi veretlenség után, de viszont magasan megnyerték már a bajnokságot, az E csoportban a Sajtos Pogácsa, ott a kézilabdások vannak összegyűlve, tehát gyakorlatilag több régi futbolista is játszik a csapatban, az F csoportban Nativus csapata nyert, és az öreg fiúk első osztályban viszont a John Bull korona csapata nyerte már meg a múlt héten a bajnokságot. Ennek érdekessége az, hogy
hogy az A csoportban szereplő Pikolós-Öröző csapatának a több mint a fele ebben a csapatban játszik. Ők is fantasztikusan nagyot alkottak, és hát gyakorlatilag a másik öt csoportban viszont óriási kiélezett küzdelem van, utolsó pillanatig fognak küzdeni a csapatok, hiszen egy-két pont különbség van a csapatok között, és azért is nagyon fontos a csapatok számára, hiszen Magyarországi Mini Futball Szövetség felajánlotta azt a lehetőséget, hogy mivel hogy kimondottan magasra értékelik a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságot, hogy az A csoportnak a bajnoka és a második helyezettje, illetve a szuper kupa győztes csapat, valamint az öregfiúk első osztály bajnoka részt vehet Hajdúszoboszlón egy nemzetközi porondra való kikerüléshez, egy bajnokok tornáján, és ez nagyon nagy kitüntető dolog számunkra. Ezen túl még gyakorlatilag a terembajnok is részese ennek, de viszont a terembajnok az ugyanaz, mint a Pikolós-Öröző, tehát az A csoportban az első helyezett. Ezzel nagyon komoly értéket képvisel a mi bajnokságunk. Én büszke is vagyok rá, hiszen a mi csapataink akárhol elmennek az országba, mindenkit legyalulnak, tehát kitűnő futballisták vannak itt, és én nagyon örülök ennek. A bajnokság végén meg lesz rendezve most is a szuperdöntő. Igen, a bajnokságot követően általában 2-3 napon belül a szuperkupa döntőre is sor kerül. Itt a 10 bajnok vesz részt, és a két legjobb második helyezett, de ezt úgy kell gondolni, hogy az A, B, C, D, E csoportok közül a második helyezettek, hiszen a G-be meg az öreg fiúk másod, harmadosztályba volt, 3 kört játszanak, 27 meccset, ezért onnan nem jöhet majd második helyezett. Egyértelműen fantasztikus szuperkupa döntő lesz, most már látom ezeket a csapatokat, ez egy élmény számba menő döntő lesz ebben az évben is. Sokat nem pihenhetnek utána sem a csapatok, hiszen nagy valószínűséggel, ahogy az elmúlt években is történt, nevezzek majd a Strandfoci Fesztiválra, hogyan állnak az előkészületek. Igen, gyakorlatilag 4 helyünk van már csak a Strandfoci Fesztiválra, hiszen a Sóstó-Gyógyfürdő Nyíregyházi Sportcentrum női férfi Strandfoci Fesztivál 11. alkalommal kerül megrendezésre július 20-21-22-23-án Sóstó-Gyógyfürdőn, és ide gyakorlatilag Fátum Properti kupáért játszanak ismét továbbra is a csapatok, most már 11. alkalommal, és gyakorlatilag 2 női helyünk van, és azt hiszem, hogy 4 hely van még a férfiaknál, várom a jelentkezőket, bele fogjuk zárni rövid időn belül a jelentkezési lehetőségeket. Tekintsük egy picit előre, bár még tart a mostani bajnokság is, de minden igaz, már lehet nevezni a 23-24-es kispályás szezonra. Igen, vannak lemorzsolódások, tehát vannak visszalépen, most a bajnokság közben is visszalépett 2 csapat, viszont már vannak új csapatok, akik jelentkeztek is, és várom a jelentkezéseket, hiszen július közepéig lehet lesz majd jelentkezni az új csapatoknak, és általában azt veszem észre, hogy mint ahogy elmúlt években is volt, hogy öregszik a bajnokságunk, és mindenki orientálódik az öreg fiúk bajnokság felé. Én örülök neki, mert az öreg fiúk bajnokságot egyébként is nagyon sokan nézik, meg az A, meg a B csoportokat, főleg ott azért igazi nívós színvonalas, nem lebecsülve a többi csoportot, nívós színvonalas mérkőzések zajlanak, de várom a jelentkezéseket időben, mert azt követően, hogyha lezárom a lehetőséget, akkor már nem fog tudni elfogadni egyetlen egy nevezés sem. A Nyíregyházi Sportcentrum nem csak a kispályás bajnoksághoz, a Strandfoci Fesztivál szervezi, hanem ilyenkor nyári időszakban sporttáborokat is kínáltak a gyerekeknek. Így lesz ez most is? Igen, így van, tehát várjuk a jelentkezőket július 3-tól 7-ig. A Continental Arénában én már 4. alkalommal rendezi meg a Nyíregyházi Sportcentrum a sport- és élménytábort, és fantasztikus lehetőségekkel várjuk a gyerekeket, hiszen eddig 300 gyereket is tudtunk fogadni, amikor 3 szériába bonyolítottuk a tábort, most viszont csak egyetlen egy hét lesz, ez a július 3-tól 7-ig, de
őrületesen sok dolog várja a gyerekeket, hiszen itt lesz például egy keddi napon, második napon, amikor elkezdődik a tábor, az exatlon pálya, amiért megőrültek a FIT város rendezvényen, a gyerekek nagyon élvezték, és ez is benne van az úszoda is, vannak benne különböző kiegészítő programok, és természetesen a sportágak megismertetése a célunk a gyerekek irányába, és komoly szakemberek, akik a NB1-es csapatnál röplabdába, kosárlabdába, futszálba dolgoznak, ezek fognak foglalkozni majd a gyerekekkel. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!